Így rajtoltak el a Hagymatikum előtt a szilveszteri futás résztvevői december 31-én. Sokan így búcsúztatták az óévet. A sportrajongóknak még a mínuszok sem jelentettek akadályt, hiszen több mint 70-en álltak rajtvonalhoz. Az év utolsó sporteseménye már évtizedes hagyomány a városban. A marosmenti mozzurgók baráti köre most éppen ezt a szokást szerette volna feleleveníteni. Az idén már 5. alkalommal rendezik a marosmenti mozzurgók a hagyományává vált szilveszteri futást. Idén először fordul elő az, hogy egy nagyobb távot kitűztünk, ami 5 évvel ezelőtt volt hagyomány. Többen kérték, hogy ne pici távot, 700 métert, hanem egy nagyobbat állítsunk össze. Úgyhogy ami a pár évvel ezelőtti jótékonysági futás távja volt, most azt ismét előhoztuk. Nem csak a makóiak neveztek be a szilveszteri futásra. Óhidi Csenge és családja Szentendréről érkezett haza a makói rokonokhoz, és egyúttal az év utolsó sportolási lehetőségét is kihasználták. Csenge egy perc alatt futotta le a gyerekeknek szánt Hagymatikum körüli távot. Versenyezni, részt venni, meg a résztvevés a legfontosabb. Nagyon jól mondod, de készültél erre a versenyre? Igen. Szoktál futni rendszeresen? Igen. És miért szeretsz futni? Mert erősíti a hátat, a lábat, meg a kart. A futók között volt a makója körében ismert terepfutó bajnok Panyol Krisztina is. Bár ő terephez van szokva, de sportemberként nem hagyhatta ki, hogy a szilveszteri futással búcsúzzon 2015-től. A nők körében ő futott be először a célba. Számomra és a családunk számára ez már hagyomány. Minden évben szoktunk jönni erre a szilveszteri kis futóversenyre. Úgy gondoltuk, hogy az idén se hagyjuk ki. Nekem ez egy ilyen gyorsító edzésnek megfelelt, a párom pedig a futóbabakocsival, a kislánya lefutja a kört. Utána meg fürdőzünk egyet. A férfiak közül Földesi Sándor ért be elsőként, aki a tavalyi évben kezdett el futóversenyekre járni. A szilveszteri futásra azonban nem emiatt, hanem a futás szeretetéért érkezett, valamint azért, hogy együtt legyen a többi futóval. Mit jelent számodra a futás? Kikapcsolódás, feltöltődés. Nagy élmény. Másabb ilyenkor szilveszterkor futni, így búcsúztatni az új évet? Hát igazából én nem sok ilyen szilveszteri futáson vettem eddig részt, úgyhogy majd kiderül. Biztos jobb lesz, mint a többi. A hosszabb táv férfi és női abszolút győztesei ajándékban részesültek, de minden befutó egy szelvényt kapott, amelyeket a futam végén tombolán sorsoltak ki értékes nyereményekért. A sportolókat ezen kívül meleg teával és pogácsával várták.